Komárom-Esztergom megye 3-as számú országgyűlési egyéni választókerületében a választás eredményes volt. A megválasztott országgyűlési egyéni választókerületi képviselő Szunyiné dr. Bertalan Judit, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös jelöltje. Április 13-án a Városháza dísztermében vette át országgyűlési képviselői megbízó levelét Szunyiné dr. Bertalan Judit, a Komárom központú országgyűlési egyéni választókerületi bizottság elnökétől, Blaskó Józseftől. A bizottsági tagok a jegyző, a polgármester és a Komárom-Esztergom megyei közgyűlés elnökének jelenlétében. Szunyiné dr. Bertalan Juditot 30.965 szavazattal negyedszer is országgyűlési képviselőnek választották. Hihetetlen motivációt ad, hihetetlen erőt ad. Ugye sok nehézség volt az elmúlt 12 esztendőben is. Ugye itt csak annyi, hogy Komárom 14-től a választókörzet része. A korábbi 5 választási körzetből 3 lett a megyében, és így az én oroszlány kisbér választókörzetem megnövekedvén Komárom és régiójával, térségével, meg a Dunaparttal így alkot egy választókörzetet a megye nyugati oldalán, tehát hihetetlen erőt ad, az első választás is elsöprő felhatalmazást adott, a második is nagyon szép volt, és azt gondolom, hogy most ennek a nagyarányú győzelemnek, nagyarányú támogatottságnak fokozott felelőssége is van részünkről. Azt gondolom, hogy nem kampányban kell dolgozni a jelölteknek, hanem a képviselőknek végig kell dolgozni, a ciklust végig kell tenni a dolgukat becsülettel és elszántsággal, mert Isten igazából nem az utolsó 6 vagy 8 hét az, ami megmutatja, hogy mit tettünk, ha Komáromon is végignézünk, ha a térségen is végignézünk, akkor itt az önkormányzatokkal, a polgármesterekkel, a helyi közösségekkel együtt elvégzett munkának az eredménye is látható és érezhető, és egyébként talán ebből is fakad, legalábbis bízom benne, és így remélem, hogy ebből az együtt elvégzett munkából is fakad ez a meggyőző többségű eredmény. Dr. Molnár Attila polgármester megköszönte a képviselőasszonynak azt a segítséget, amit Komárom gazdasági és társadalmi fejlődése érdekében tett. Nagy Judit Pro-Urbe-díjas képzőművész 2 tűzománc alkotását nyújtotta át. Az egyik a monostori hidat, a másik a monostori erőd egy részletét ábrázolja, az észak-komáromi öregváron található kőszűz feliratával. Nek árte, nek márte, vagyis sem csellel, sem erővel. A megbízó levél ezután az országgyűlés hivatalába kerül, majd az országgyűlési képviselők az alakuló ülésen esküdnek fel Magyarország alaptörvényére.